Bár Eszterházy Péter kifejezetten szövegközpontú alkotásai tel-is-teli vannak nyílt és rejtett magyar kulturális kódokkal, történelmi utalásokkal, művei mégis népszerűek Közép-Európában és a szerb olvasó közönség körében is. Egy nő című prózakötete például két kiadást is megért szerb nyelven, és mindkét kiadást nagyon gyorsan szétkapkodták. Népszerűnek bizonyul a tavaly napvilágot látott Pomocni Glagoli Srca, illetve a Szív segédigé is. A regény a belgrádi Archipelag kiadó gondozásában jelent meg Vickó Árpád fordításában. Az én regényem, mondjuk ez a Szív segédigé szerbül, annak kicsit más az arca, mint a magyarnak. És ez a másság, ez érdekes. A szerb olvasó nem egészen ugyanazt a regényt olvassa, mert nem ugyanazok az olvasói referenciái. Tehát én azt például nem tudom, hogy mit jelent az én, nekem egy mondatom, hogyan viszonyul a Danilo kis mondatához. Magyarul nekem munkaköri kötelességem tudni, hogy egy mondatom hol helyezkedik el, Pázmány Péter és Tolnai Ottó között. A fordítás nehézségeit csak a fordítók ismerik igazán. Eszterházyról például nem egy műfordító mondja, regényeit nagyon nehéz, sőt, szinte lehetetlen lefordítani. A szójáték, a nyelvi játék, az a Péternek az alapja, és sőt, ő közvetlenül még cikizés a fordító, úgyhogy van egy mondat, és akkor zárja be azt mondja, tessék ezt most lefordítani, bezárja az eltűnt ügyben. Úgyhogy bajok vannak mindig. Az Esten Eszterházy már szerbül is olvasható a Szív segédigéi című regényét Vladislava Gordics Petkovics kritikus méltatta, majd az ezt követő felolvasás után jó hangulatú beszélgetés következett, ahol szóba került Eszterházy matematikai egyetemi végzettsége és a labdarúgás iránti szenvedélye is.